bekaptam. És így néz ki maga a készülék. Itt van egy kis monitor része, hogyha bekapcsoljuk, akkor elvileg egy picike kis kép megjelenik. Az altatóorvosok egyik legfontosabb és legnagyobb kockázattal járó feladata az intubálás, azaz a betegek szabad légzésének biztosítása egy lélegeztetőcső segítségével. Ebben segít az EGRI kórház új műszere, az úgynevezett videolaringoszkóp, amelyet az Országos Magyar Vadászkamara Heves vármegyei szervezete adományozott az intézménynek. Hangzott el az átadón kedden. Az adományt, amelynek megvásárlását Heves vármegyei vadászok tették lehetővé, dr. Orosz Krisztina orvosigazgató helyettes és dr. Gyetvai Róbert osztályvezető főorvos vették át Kovács Istvántól, a vadászkamara titkárától. Elhangzott, a csaknem 1 millió forintos műszer a beteg altatásakor a garat mélyéről közvetít egy képet. Ez nagy segítség az altató orvosok számára, hiszen így könnyedén és megfelelően tudják a lélegeztető csövet irányítani. Ez az eszköz arra való, hogy az altatáshoz szükséges lélegeztető csövet biztonsággal be tudjuk vezetni a betegek légcsövébe. Normál esetben egy átlagos segédeszközzel ez megtörténik, viszont vannak olyan speciális esetek, amikor a beteg alkati tulajdonságai, vagy esetleg egy sérülés jellege folytán ezzel a hagyományos eszközzel ezt nem lehet megvalósítani. Ilyen esetekben nagyon nagy szerepe van ennek a videó laringoszkópnak nevezett eszközzel. Hozzátette, a légutakat feltáró eszköz az akut betegek kezelésében is komoly segítség, akik előkészületlenül telgyomorral kerülnek műtőasztalra. Náluk különösen nagy probléma a lélegeztetés biztosítása, hiszen könnyen szövődmény vagy légúti elzáródás alakulhat ki. Az eszköznek köszönhetően ez a legtöbb esetben elkerülhető. Az adományozó az Országos Magyar Vadászkamara Heves vármegyei szervezete évek óta segíti az EGRI kórházat, ezúttal használt töltényhüvelyek értékesítésével gyűjtötték össze a műszerárát. Ez a részhüvely a golyós lőszernek a hüvelye, és kvázi ez egy hulladék, hogy ezt mi összegyűjtöttük és értékesítettük, az ebből származó összeg részben fedezte ennek az árát, a többit meg a kamara saját forrásból kipótolta. Elhangzott, a két intézmény továbbra is folytatja az együttműködést.